2016-ban nyújtott be a Vásárosnoményi Önkormányzat támogatási kérelmet a terület és településfejlesztési operatív program keretében, hogy komplex fejlesztést tudjon végrehajtani a Hétszínvirág óvodai telephelyén. 2017-ben pozitív elbírálást, és ezzel együtt 245 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kapott a város a fejlesztésre. A régebbi épületrészekben is folyamatos volt a bútorok, berendezési tárgyak cseréje és pótlása, ezzel is megfelelve a korszerű, modern elvárásoknak. Az eddig 8 csoportos óvoda több mint 500 négyzetméter hasznos alapterülettel bővült, amely nem csak akadálymentes, de könnyen fenntartható épületgépészeti és villamos rendszerrel rendelkezik, hála a megújuló energiaforrást is felhasználó napelemrendszernek. A játékország óvodáinak a csoportszobáit bővítettük, 2 csoportszobával nőtt a csoportok száma, aztán ezen kívül logopédiai szoba, orvosi szoba, illetve egy olyan tornaszoba is kialakításra kell, amire már nagyon régen vártak a gyermekek, valamint kint egy tündéri, pici méretű, kisméretű műfős pálya is megépült, amelyen nem csak focizni lehet, hanem kosárlabdázni, röplabdázni, illetve ezeknek a játékoknak az alapjait elsajátítani. Az óvoda kiemelkedően eredményes az egészséges életmódra nevelés, az anyanyelvi nevelés, a kézműves tevékenységek szervezése és a zenei képességfejlesztés terén. Nagy gondot fordítanak a környezetvédelem fontosságának tudatosítására, megtapasztaltatására is. Ezért az udvaron lévő játszóteret is folyamatosan bővítik, az elavult játékokat újakra cserélik. Összességében a játékország óvodáiban a létszám 300 fölötti, de azt is tudjuk, hogy ugye több telephelyen történik az óvodás gyermekeinek az ellátása, így a Vitkai és a Gergely-Garnyai városrészen, és mi működtetjük az óvodát, a játékország óvodái így egy kerek egész, úgy, hogy még az Olcsvai óvoda is hozzánk tartozik jelenleg. Az elmúlt időszakban ugye társulásban vittük ezt a rendszert, Jánd és Kisvarsány település egyházi óvodává lépett elő, úgyhogy kiléptek a rendszerünkből. Az óvónők és dajkák száma 50 fölötti, úgyhogy igyekszünk a rendszert működtetni, fönntartani, és arra buzdanék mindenkit, hogyha álláskeresés óvónő, akkor jöjjön mindenképpen a térségbe, mert azért látjuk azt, hogy a pedagógus állomány az iskolákban, az óvónői állomány az óvodákban, a dajkanénik is azért, amikor elérik azt a korhatárt, amikor elmehetnek nyugdíjba, akkor bizony ők megköszönve a munkájukat tovább állnak, és a családdal foglalkoznak, unokákkal, a saját kisgyermekeikkel is, és mi szeretnénk azt, hogyha valaki esetleg álláskeres, azt mindenképpen jelezze. Az új óvodaszány egyik termében egy különleges kiállítás is nyílt. A körülbelül 240 babát az óvodapedagógusok és a szülők közösen gyűjtötték éveken keresztül. A kiállítás a tervek szerint 3 hónapig látható a Hétszínvirág óvodában.